Sziasztok! Ez a Limonádé, a Soproni Ifjúsági Klub és a Sopron TV közös ifjúsági műsora. Folytatjuk márciusban elkezdett sorozatunkat, így most is olyan vendégeket hívtunk, akik soproni vagy környékbeli fiatalok, és sikert érhettek el nagy nyilvánosság előtt. Előző havi adásunkhoz hasonlóan ma is a felvételek jelentős részét klubunk fotó-videó csoportos tagjai készítették. Már is mutatjuk, mit láthattok ma a Limonádéban. Örökség. Rangos verseny dobogóján végzett a Kópházi írónő regénye. Paradise. Új videoklippel jelentkezett a napokban a népszerű soproni zenekar. Erdei túra. Megmutatjuk, milyen szabályokat kell betartanatok, ha az erdőben túráznátok. Dal 2021. Soproni zenész is bejutott az idei legjobbak közé. Itt a tavasz, és bár az időjárás szeszélyes, de egyre több napsütéses időszaknak örülhetünk. Ilyenkor jó, ha ki tudunk menni a természetbe. Különösen, ha azt nézzük, hetek, hónapok óta iskolába se járhatunk. Nem mindegy azonban, hogy hogyan kirándulunk. Az erdőben számos szabályt be kell tartanunk. Stábunk tagja, Luca, a fotó-videó csoportos társainkkal a soproni parkerdőben készített egy videót nektek arról, hogyan tudunk vigyázni magunkra, egymásra és az erdőre. Szerencsére egyre több napsütéses délutánunk van. Ilyenkor biztos ti is nagyon szerettek kirándulni. Ne felejtsük el, hogy nem csak a városban, hanem az erdőben is ideiglenes szabályok vannak érvényben. Most ezekből a szabályokból mutatunk nektek néhány nagyon fontosat. Azt azonban ki kell hangsúlyoznom, hogy én is csak a forgatás idejére vettem le a maszkot, és stábunk is betartja a járványügyi rendelkezéseket. Az erdőben a szabad levegőn is tartani kell egymástól a legalább másfél méteres távolságot. A maszkot csak akkor veheted le, ha sportolsz, és nincs senki körülötted. A kirándulások során fontos, hogy ne csak magunkra, hanem a természetre és az erdőre is vigyázzunk. Egyik legáltalánosabb szabály, hogy mindig vigyük haza magunkkal a hulladékot, ami a kirándulás során keletkezett. A tavaszi időszakban nyíló virágok jelentős része védett. Figyeljünk arra, hogy ne tépjük le azonnal a tavasz első hírnökeit. Ha tábortüzet akartok rakni, különösen fontos, hogy csak a kijelölt helyeken gyújtsatok tüzet. Távozáskor teljes biztonsággal oltsátok is el. Ez csak néhány nagyon fontos szabály volt, amit kiemeltünk számotokra. A részleteket megtaláljátok a Soproni Parkerdő weboldalán. Kiránduljatok sokat, vigyázzatok magatokra és egymásra! Ma soproni sikeres fiatalokkal beszélgetünk az adásban, több vendégünk is lesz. Közülük elsőként egy olyan előadót láthattok, akit már többször láthattatok a Limonádéban. 2013-ban alakult meg zenekarjuk, a Paradise. A csapat énekesét, Szokodi Zolit köszönhetem. Szia! Szia! Nagyon örülök a meghívásnak, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek ma veletek. 2013-ban kezdtetek el együtt zenélni, de én úgy tudom, hogy te már előbbi színpadra léptél. Hogyan alakult ki a te színészi és zenekari szereplésed? Hát igazság szerint drága édesanyámnak köszönhetem, amikor 11 éves koromban az én akaratom ellenére a Légy jó, mint halálinknak a castingjára ellettem, hát hogy is fogalmazok, rúgdalva. Viszont egy hatalmas élmény volt, szóval innen is köszönöm drága édesanyámnak, hogy oda elküldtek engem. Így indult ez a kis, hát most hogy mondjam, karrier talán esetleg. Így indult, majd két évvel később a Muzsika Hangjába is felvételt nyertem. Így volt egy kis színházas betekintésem, ami teljesen nem is tűnt el az életemből, hiszen utána is jó pár darabban, szám szerint azt hiszem még talán, jó pár az kicsit erős volt, de még három darabban statisztaként is szerepeltem, egy kedves barátommal, szóval ez azért teljesen ki nem kopott, és amikor 2013-ban megalakult a zenekar, akkor elsőnek
A zenekar terve az volt, hogy minden egyes számot, amit ők megírnak, az más énekes fogja énekelni, és így esett a választás drága édesapámra, aki szintúgy énekes, és hát az ő pályáját követem, próbálom követni, és őt hívták meg énekelni a zenekarba, viszont édesapám meg ajánlott engem, hogy esetleg meg lehetne kérni, és hát most itt vagyok. A Paradise-on megnyertétek az Add elő magad című soproni tehetségmutatót. Milyen volt ez a verseny, és mit adott ez nektek? Hát ez egy hatalmas élmény volt, pláne, hogy elsőre úgy állattunk színpadon, hogy ugye a színházban volt ez a megmérettetés, és már ott is egy viszonylag nagy közönség előtt játszhattunk, és nagy meglepetésünkre elég jó kritikát kaptunk, és ennek köszönhetően így, hogy megnyertük a tehetségmutatót, bocsánat, ha megnyertük a tehetségmutatót, akkor részt vehettünk az évi Volt Fesztiválon, lehetőséget kaptunk, hogy fellépjünk, ami egy nagy lehetőség volt, hiszen egy akkor alakult zenekarnak azért, még hogyha délutáni időpontban is játszottunk, de a legelső koncertünk egy hát a helyet nézve telt házas, telt placos koncert volt. Hát nem mondom, hogy nem izgultam előtte, és azt sem mondom, hogy utána azért nem éreztük magunkat rosszul az első pár alkalommal, amikor ezt követően mentünk zenélni, és hát nem egészen azt a hangulatot kaptuk vissza, mint amit a Volt Fesztiválon, szóval azért ilyen is volt, olyan is volt érzésre. Nagyon jó élmény volt, viszont az biztos, hogy egy erős kezdés volt, és lehet, hogy jobb lett volna, ha ez egy kicsit később érkezik. Később megnyertétek a Soprock című versenyt is, említetted már, hogy a Volton is felléptetek. Milyen volt előadóként részt venni városunk legnagyobb fesztiválján? Szuper érzés volt. Igazából ezt meg se tudom fogalmazni, hiszen 5 éven keresztül, nem tudom, hogy egymást követő években, ebben már nem vagyok biztos, de 5 alkalommal játszhattunk a Volt Fesztiválon, és minden éven egyre több nézőt sikerült bevonzani. Az utolsó éven délután 2:30 időpontban sikerült a hátul, ami mindig a vizes színpad, Jana, meg éppen nem tudom, hogy mi volt az elmúlt években a színpadnak a neve, ott délután 2:30 időpontban ott is szinte egy telt placot sikerült csinálnunk, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy azért mégiscsak soproniként, így Magyarország egyik legnagyobb fesztiválján, ami ráadásul a mi fesztiválunk, egy óriási élmény játszani. A napokban jelent meg a Paradise új videóklipje. Mesélj kérlek nekünk az új dalról, és mutasd be a nézőknek. Igazság szerint az új dalt, hát annyira nem szeretnék belemenni abba, hogy tulajdonképpen mi is ihlette a szövegét. Annyit szeretnék csak így a dalhoz hozzáfűzni, hogy ez az esti. Amikor az ember végez mindennel, az aznapi munkával, és végre le tud ülni egyet nyugodtan pihenni, és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek. Igazából ez a dal úgy erről szól. Tekintettel arra, hogy az új lemezünk azért már egy kicsit komolyabb hangvételű lesz, mint zenei stílusban, mint pedig szövegileg. Még talán ennek a dalnak van egyébként a legkevesebb mondandója, viszont úgy gondolom, hogy ez pont az a nóta, amit mindenki keresse meg saját maga benne az értelmét. De talán ezen a vonalon lehetne elindulni. Az elmúlt időszak nektek is biztosan nagyon nehéz volt, hiszen nagyon sok koncert elmaradt. Mit vesztettetek az elmúlt több mint egy évben? A következő lépések mik lesznek? Hát, hogy mit veszítettünk? Rengeteg figyelmet és türelmet veszítettünk leginkább. Azt gondoltuk, hogy ez az időszak nem csak az elején azt gondoltuk, hogy elég lesz az kiheverni, hogy rengeteg koncertünket vissza kellett mondani, de most már eljutottunk arra a pontra, hogy azáltal, hogy nincsenek koncertek, egyre kevésbé érdekli az embereket is, akár az, amit mi csinálunk, és ezt sajnos más feltörekvő zenekaroknál is látom. Bízunk abban, hogy ha elindul a koncertezés, és végre az emberek elindulhatnak szórakozni, akkor talán most eljön az az idő, hogy mindegy, hogy mire, mindegy, hogy hova, csak végre mehessenek, és akkor talán visszajuthatunk arra a szintre, ahol azelőtt voltunk, mielőtt ez a pandémiás időszak elkezdődött. Azt nem mondom, hogy kidobhatjuk az elmúlt 7-8 évünket, 2018 évünket, igen. De azt azért nem mondom, hogy ez mindent a kukába, de azért elég nehéz lesz az újrakezdés. Zoli, köszönöm, hogy beszélgethettünk. Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást, és annyit még azért hozzátennék a dologhoz, hogy ennek ellenére pozitívak vagyunk, és ugyanekkor erővel fogjuk továbbra is csinálni a zenekart.
A Parodász új videóklipjéből, az éjjeli járatból most mi is mutatunk nektek egy részletet. Összejelent meg a fiatal kópházi írónő Papszabó Vanília második regénye. Azóta nem csak a történet, hanem maga a könyv kiadása is rangos sikert ért el. Harmadik helyezést ért el 2020 legszebb könyvborítóinak országos versenyén Papszabó Vanília örökség című regénye. A fiatal írónő kópházán él, második regényében egy afrikai kalandos történetet mesél el. Vanília ősszel adásunk vendége volt, akkor mesélt nekünk a regény történetéről is. Egy magyar-amerikai családból származó fiatal nőről szól, aki hirtelen megörököl egy hotelt Afrikában, Kenyában, és hát tulajdonképpen oda kell utaznia, fel kell vennie a feladatokat, el kell irányítani egy hotelt úgy, hogy még soha az életben nem csinált korábban ilyesmit, és hát nyilván az életével is el kell számolni, el kell döntenie, hogy milyen úton haladjon tovább. Az Örökség című regény a 2020-as év legszebb borítói versenyében a romantikus kategóriában indult. A harmadik helyezést nyert kötet természetesen nem csak a borítójával ért el sikereket. A regény a mai napig elérhető az ország legtöbb könyvesboltjában, és egyre több emberhez jut el a történet. Papszabó Vanília elárulta nekünk azt is, hogy amellett, hogy örül második könyves sikerének, már dolgozik a következő kiadványán. A sportolók számára is néz az az időszak, amiben most élünk, de a versenysportok továbbra is edzhetnek, sőt versenyeken is részt vehetnek. Számos soprani fiatal ért el a járvány kezdete óta szép eredményeket. Közülük most egy tornász tehetséggel beszélgetek. Szia Vivi! Szia! Nemrég egy versenyen jártatok, mesélj kérlek erről! Ez egy ifjúsági vidékbajnokság volt, aminek novemberben folytatódik az országos második fordulója. Nagyon tetszett a verseny, nem izgultam, mert nem vagyok izgulós típus, csak sajnos az első ugrásnál lesérültem, és meghúztam a lábamat, és sajnos így kellett végigmennem az egész versenyet, de kitartottam, és büszke vagyok magamra, hogy meg tudtam csinálni. Ezen a versenyen nem csak egyedül vettél részt, kik voltak a csapattagjaid, és ők milyen helyezéseket értek el? Sugár Krisztina, Pölsz Tíme, a Csete Luca és Hámori Borka volt a csapattársaim, és ők is nagyon szép helyezést értek el. Mekkora munka volt felkészülni erre a versenyre, hogyan zajlottak az edzések? Nagyon nehéz volt felkészülni, mert itt voltak a felvételik is, kevesebbet tudtunk edzeni is a járvány miatt, de megpróbáltuk a maximumot kihozni magunkból. Több mint 10 éve tornáztam, már biztos nagyon sok szép emléked van róla. Melyik volt az első nagy sikered, amelyikre szívesen emlékszel vissza? Nem tudom, hogy melyik volt az első sikerem, de biztos büszke volt rám anyukám is. Nem sokára pedig egy országos versenyen vesztek részt. Hogyan készültek erre, és milyen munka vár még rád? Nehéz munka vár még ránk, nagyon ügyesen kell dolgoznunk, hogy az dobogónak az első fokára tudjunk lépni. Mennyire nehezíti meg a vírus és a mostani korlátozások a felkészülést, illetve a versenyen a szereplést? Nem könnyű, mert sokkal kevesebbet is tudunk edzeni, ezért nem tudunk annyira jól felkészülni, de megpróbálunk törekedni a legjobbra. Mi az, amit a tornában vagy a sportban el szeretnél megérni, illetve mi az, ami hajt téged előre? Nagyon szeretek versenyezni, ezért szeretek tornászni is, ugye? Köszönöm, Vivi, hogy itt voltál és meséltél nekünk. Én köszönöm a meghívást. Vivivel és társaival már többször is forgattunk, most pedig megmutatunk nektek egy részletet Vivi egyik gyakorlatából, amit a Limonádéban korábban már láthattatok.
Idén is megrendezték a Dal című műsort, amelyben már korábban is láthattunk soproni és környékbeli előadókat. A 2021-es mezőnybe is bejutott egy soproni zenész, akit középiskolásként már többször is láthatatok itt a Limonádéban. Őri Sebestyént a Lucinia zenekar basszusgitárosaként láthattuk a képernyőn. Most jön egy részlet a dalukból, majd Sebivel Vivi beszélget az élményeiről. A Lucinia zenekar 2019-ben alakult meg, és két évvel később már a dalszínpadán láthattuk őket. Milyen út vezetett el a kezdetektől ahhoz, hogy a dalszínpadán bemutatkozhassatok? Igazából egy nagyon érdekes út volt, hiszen egészen fiatal zenekarként kerültünk be most a dalba, és igazából szerintem csak és kizárólag a szerencsének köszönhetjük, hiszen nem jutottunk be elsődlegesen, mert hogy 40 produkció jutott be, és mi 41-ek voltunk, de sajnálatos módon, nekünk szerencsére, egy produkciót diszkvalifikáltak, és ezért mi bejutottunk így, késve. És az volt az egészben a legérdekesebb, hogy a korlátozások miatt így nem volt lehetőségünk még együtt színpadon állni, úgyhogy nekünk most ez volt az első lényegében. Úgyhogy hát nagyon érdekes út volt, és mi nagyon élveztük. A zenekar az hogyan alakult meg? Mindannyian a Kőbányai Zenei Stúdiónak a tanulói vagyunk, és igazából én később kerültem csak be a zenekarba. Eredetileg Seres Kitti, az énekesnőnk, ő alapította a zenekart a saját osztályából kiindulva, hiszen a dobossal, Martinnal és a gitárossal tanulóan egy osztályba jártak, és az akkori basszusgitárost is így szervezte be a zenekarba. Igazából a tábor, az iskola tábora kapcsán került be a Billentyűsünk Dani is a képbe, hiszen vele pedig ott találkoztak. Én pedig alattuk járok egy évvel, és igazából nyáron kerestek meg a stúdió felvételek kellős közepén, hogy hát szükség lenne egy basszusgitárosra, és én pedig így kerültem be. Több száz dal közül választották ki azokat, akik a tévében is bemutatkozhattak. Emlékszel még, mit csináltál akkor, amikor megtudtátok, hogy ti is felléphettek? Milyen volt az a pillanat? Emlékszem, nagyon érdekes volt, mert szerda reggel 10-kor szóltak, hogy bejutottunk a dalba, és délután 4-kor már Budapesten kéne lenni interjún, és mindenki nagyon meglepődött. Én emlékszem, hogy akkor értem haza, és nem tudom, pontosan lehet, hogy dolgoztam, vagy nem tudom, ez most már nem emlékszem, de azt tudom, hogy abban a pillanatban hazaértem, leültem a kanapéra, és hívott Kitti, hogy hát gyerekek, baj van, 4-kor Pesten kéne lenni interjú, mert ez történt. Nagyon jó volt, mindenki össze-vissza volt az egész országban, mert hogy amúgy csak Kitti pesti, és mindenki az utolsó pillanatban ért oda, de nagyon jó volt, hogy odaértünk. A dal az egyik legnagyobb szabású televíziós produkció. Hogyan zajlottak a próbák, a felkészülés, milyen volt az előadás hangulata? Ez szerintem fantasztikus volt, nagyon jó volt oda bent lenni a stúdióban, amikor a színpadra kiállhattunk végre, és előadhattuk a dalunkat. Nagyon élveztük, tényleg egy olyan profi helyen voltunk, egy olyan profi környezetben, ahol tényleg én nekem speciál még nem volt ilyen részem, és én nagyon élveztem. Nagyon érdekes volt látni, hogy milyen belülről egy ilyen műsor, hiszen nagyon sokat tévében nagyon sokszor látszik, de hát élőben teljesen más volt ott lenni. Nagyon élveztük, nagyon jó volt a hangulat mindenkivel, a stábtagokkal is, nagyon kedvesek és segítőkészek voltak. És igazából a többi produkcióval, akikkel találkoztunk velük is, nagyon jó volt a hangulat. Mesélted, hogy először állt el a zenekarra a színpadon. Hogyan tudtatok erre felkészülni, hogy tényleg akkor volt először is egyből élőben? Igen, ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert mivel külön már mindannyian álltunk színpadon több alkalommal, de még együtt menni, nem tudtuk, hogy mire kell számítanunk egymással kapcsolatban, ki mennyire szeret mozogni, stb. És én nekem kellemes csalódás volt az, hogy nagyon éreztük egymást a színpadon, hogy kinek mikor hol kell lennie,
Tomival nagyon jól tudtunk együtt mozogni, úgyhogy csak egymás szeme sarkában láttuk egymást, nagyon jó volt, és én nagyon kellemesen csalódtam abban, hogy első alkalommal mennyire érezzük egymásnak a jelenlétét. Mi az, ami különösen meglepett, ami mondjuk más egy tévés élőadásban, mint mondjuk egy koncerten? Azt kell mondjam, hogy jobban izgultam, mint bármilyen koncertem előtt, pedig ugye azért teljesen más a hangulata, hiszen nem figyel, most idézőjelben mondom, hogy nem figyel folyamatosan mindenki, hiszen a kamerák váltásakor mindig másra fókuszál a kamera, másnál van a központ, de nagyon érdekes volt, mert sokkal jobban izgultam, és teljesen más hangulata volt az egésznek, így kamerák előtt teljesen, hát hogy mondjam, kicsit bezártabb érzés volt, mint mondjuk egy koncerten játszani, de mégis nagyon izgalmas volt, és nagyon élvezetes. A zsűri értékelt meg titeket a műsorban, de kíváncsi vagyok, hogy te hogyan értékelnéd magatokat? Hát én őszintén megmondom, én nekem nagyon jól esett, ahogy Feró dicsért minket, hiszen a zsűritől egy olyan visszajelzést kaptunk, amit a zenénkre még nem kaptunk igazán úgy, mert hogy még nem tudtunk meg közönség előtt megmutatkozni ezelőtt. Én nagyon élveztem az egészet, és én úgy érzem, hogy mi mindent beletettünk. Én igazából nagyjából jogosnak tartom, bár kicsit érdekesen jött ki a szerepleosztás, hogy a mi adásunkba kerültek be nagyon sokan olyan nagy pontszámot elérő előadók, akik igazából, ahogy megnézhettük amúgy a negyedik adásban, amiben mi voltunk, onnan kerültek ki a döntősök is. Én szerintem igazságos volt, úgyhogy igen. Hogyan tovább? Mit jelentett ez a dalos szereplés a zenekarnak? Hát nekünk ez mindenképpen nyereség volt. Hogyha nem is nyertünk díjat, megmutatkozhattunk az egész ország előtt, és nekünk ez hatalmas öröm, és igazából már nyertünk ezzel az egésszel. Jelenleg a nagy lemezünkön dolgozunk, amit szeretnénk minél előbb kiadni. Jelenleg az írási fázisban van, és ezt szeretnénk megmutatni az újonnan szerzett rajongóinknak, valamint azoknak az embereknek, akik talán érdeklődnek a felől, hogy mivel is foglalkozunk. Se szív, se lélek, csak ez a kiveledett ének. Bajhúhatabb fedélzet én, se tengerbe nevezek. Se szív, se lélek, csak ez a kiveledett ének. Berzsiny és diákként többször szerepeltél már a műsorunkban, azóta leérettségiztél, elköltöztél a városból, zenész a Lusszianában. De mivel foglalkozol most? Hogyan zajlik mostanában az életed? Én minél nappal csak a zenével foglalkozom. Én ugye most a Kőbányai Zenés Stúdiónak vagyok a növendéke, és igazából minden energiámat, amit én tudok, úgymond munkával, vagy bármiféle olyan fejlesztő elfoglaltsággal tölteni, amin van, ezt én kizárólag a zenével töltöm. Nagyon jó, hogy még a Soproni zenekarom, a Kasztor, még velük is nagyon jóba vagyok, bár most a járvány miatt passzívan vagyunk, de teljesen úgy megmaradt ez a baráti társaság. Jelenleg is Gyuri még dolgozik a zenén, a gitáros. Én vele is szoktam néha külön dolgozni, egymásnak dalokat küldeni. Igazából én ezzel foglalkozom nagyrészt. Dalszerzés a szabadidőm, úgyhogy igen. Mi az, amit mindenkit szeretnél elérni a közeljövőben, akár a zenekarral, akár egyéni céljait közül? Hát ez egy jó kérdés. Hát igazából ami előttem most nagyon lebeg, az tényleg az, hogy egy nagy lemezt kiadni, hiszen egyelőre még csak a kis lemezünk van kint az Égi Vándor, de nagyon szeretnénk elmondani azt, hogy már egy nagy lemezzel tudunk közönség elé állni, és apropó közönség elé állni, nagyon jó lenne már koncertezni, bár ugye ez most a korlátozások miatt eléggé lehetetlen. Ellenben tervünkben van az, hogy a zenekar tagjainak a szülővárosaiban egy koncertet tartsunk, és most jelenleg ezek a tervek rövid távon. Köszönöm szépen, hogy eljöttél és meséltél nekünk, és nagyon sok sikert a helyi koncertjeitekhez. Köszönjük szépen! Ennyi volt mára a Limonádé, amelyben soproni fiatalokkal beszélgettünk, és felidéztünk néhány emlékezetes pillanatot az előző évek műsoraiból. Adásunkat visszanézhetitek a Sopron Média YouTube csatornáján, és követhettek minket Insta oldalunkon is, aminek címén
aminek címét a képernyőn feliratozzuk. Érdemes bekövetni klubunk YouTube csatornáját is, itt követhető legújabb műsorunk, a Például Te című interjúsorozat, amelynek negyedik része a héten lesz majd elérhető. Limonádéval legközelebb egy hónap múlva májusban jelentkezünk. Nézzetek minket akkor is! Sziasztok!